Sziasztok, ez a nap is eljött végül, a Westworld 4. évada is véget ért. És amilyen ígéretesebben indult, mint az előző, vagy akármi, talán a második évad, olyan rosszul végződött, és egyre lejjebb ment a posványban, és ezúttal csak 8 részt kaptunk. Míg az előzőekben azt hiszem, van lehet, hogy a harmadikban is már 8 rész volt, csak nagyon soknak érződött ott. Itt pedig igazából 2-3 rész alatt meg tudták volna csinálni az egész lényegi mondani valót. Gyakorlatilag úgy látom, hogy a Westworld a pénzről szól, hiszen olyan történeteket, amit elmondhatnának maximum 2-3 évadban, el akarnak mondani 5 évadban, hisz az több pénzt hoz, de semmi más értelme. A kis Nolan tesó, tehát Jonathan Nolan olyan sorozatot csinált így a másik, harmadik, negyedik évad alapján, hogy az első évad a kulminálódott, azzal mindent elért, amit lehetett. Láthatóan az első évadra minden ötletük végig, az elejétől a végig megvolt. Szép kerekedés is lehetett volna akár. Mik úgy tudották, hogy milyen sikeres volt, hát csináljunk még új évadokat, de ugyanazt láttam az ő agyúban és elméjükben, amelyet az Star Wars, a csillagháborúja, Disney-s új folytatás sorozatjánál, hogy semmi ötletük nincs. Van egy alap, hogy mit hozzanak össze az elején, és utána ennyi az egész. De a pénz miatt eleve trilógiába terveztek, hiszen hát az hozza igazán vissza a költségeket. De ezen kívül semmi más kreativitás nem volt ott. Jonathan Nolan olyan forgatókönyvíró és olyan showrunner, mint hogyha Christopher Nolan a bátyja a Batmanektől kezdve a csillagok közöttben csak is a fő mondani valót erőltetni, és mondaná el százszor, és utatná be ezerszer, és minden más technikai, zenei, színészi játék, cselekmény, mellékszál, stb. Így eltűnne, és nem létezne. És egész végig ezt látnánk. Na, ilyen lecsupaszított Nolan forgatókönyvírói tudása, ha a kis Nolan, Jonathan Nolanről van szó. Ugyanez volt a Person of Interest-nél is, hogy által ez is érdekesen indult, volt egy jó alakötlet, és utána már csak egy rétes tészta effektus volt, semmi más nem volt ott, nem volt előre kitalálva semmi, láthatóan, csak egy alapszitu, egy alap coolnak jelzett menőhelyzet, ami aztán sehol nem tartott. A Jonathan Nolannál mindig ezt érzem, hogy ő neki van egy cool alapötlet, ami úgy gondolja, hogy megváltja a világot, és ő a világ közepe, és senki más. És ezt akár fél egy évadig tudja is hozni, de utána kihal és meghalt az egész. Na, ezért tartok mostanában már Jonathan Nolantól, ha meglátom a nevét, mert tudom, hogy lehet, hogy van egy jó ötlete, de az nem szolgál ki semmit. Szóval igazán ez a nagyon rossz, míg a testvérénél van a filmnek eleje, közepe, vége. Még egyébként szerintem simán a Batman harmadik részén is ugyanúgy mondhatjuk ezt, amit sokan annyira szeretnek. Itt nem ez a helyzet. Itt azt látom, hogy egy végtelenül nyújtott rétes tészta van, amelyben nincsenek tétek, nincs izgalom, hiába van tele káromkodással, vérrel, akcióval, az összes akció a legszarabbul van koreografálva ehhez képest. A bátyja Christopher Nolan akciója az eredetben a Batman trilógiában ezerszer jobbak, pedig ott is lenne mit csiszolni. Pedig az a vicc, hogy itt sokkal több ideje lett volna minden, mind az akciójátok, mind egy mondani való, mind a forgatókönyveknek a kidolgozására, hiszen eddig 4 évad telt el. De mindig csak ugyanazt a rihest látjuk, azt az újraforgás, azt az ön ismétlődő elemet, amely csak untatásra jó, és hogyha több legyen a reklámbevétel. De másra nem nagyon, nagyon gáz. És főleg úgy, hogy itt azt láthattuk a negyedik évadban, hogy igazából visszaértünk a dolgok elejére valamilyen szinten, és hát állítólag lesz egy ötödik évad, amivel lezárják a dolgot, és az eléggé hasonlatos lehet majd külsőségekben akár az első része, az első évadhoz. És hát itt mondtam, hogy nem nagyon van miért izgulni, hát a legtöbb karakter legyen az főgonosz, főszereplő, de akár még a mellékszereplők olyan 60-70%-a is plot armorral van tele. Ha közelről, így jó, hogy nem egy shotgunnal fejbe lövi, semmi baj, jönnek a robotok, és megoldják, és már meg is van javítva, gyorsan meggyógyítjuk. De gyakorlatilag nem is egy ilyet látunk ennél az évadnál, de egyébként volt már az első, vagy az előző évadnál is, ilyen a harmadiknál. De itt a negyedik évadnál egy csomó szereplőnél van az, hogy legöli, de igazából meg sem halt. Pedig minden jelenetet kitolnak, kihúznak, drámailag epikusnak akarnak betartani, de semmelyik sem azt hiszen a következő percben bármikor, bárhogyan, bármiért, bárhogyan túlél mindenki bármit. Vicc az egész. Ez csak az ilyen alapvető drámainak szánt izgalmi faktor hiány, amiről most beszélek, de ezen kívül a párbeszédek legtöbbször ellent mondanak önmaguknak. És néha már szerintem a szereplők se tudják, hogy miről beszél egyébként. Tehát vicc az egész, amikor több világ van, amikor több
típusú karakterben van 800 darab hason más, már 800. példány, amikor már igazából mindennek mindegy, mindegy. Tehát azt sem értem, hogyha valakinek, valaki elvileg teljesen meghal, szétszúzzák ezt az ilyen, nem tudom milyen molekuláját, ami élteti az egész rendszerét, jó, akkor is túlélhet később, egy másik verzióban. Szóval vicc az egész. Egyszerűen ellentmond az egésznek minden. Még az első rész, vagy az első évad arra foglalkozott, hogy öntudatra ébredhetnek-e, ugye, ezek az emberszerű, de mégis android, vagy egy robot lelkek. És hát, hogy mit kezdenének ezzel, illetve az élet értelme az ő esetükben, és hogy mi a céljuk igazából, hogy viszonyulnak az emberhez. Az embernek mi a célja, hogy mitől akar ő ennek ellenére meg istenné válni, hiszen és sose lehetett, és nem lehetett tökéletű. Nagyon sok kérdés körül voltam, nagyon érdekes dolgokat feszegetett, iszonyat jó párbeszédekkel, jó színészekkel. Hopkins hiányom egyik a legjobban az elmúlt pár évadból. És itt ezeket nem látom, itt csak robotokat látok, nem csak szó szerint, hanem a színészek is úgy érzem, úgy mondják el szövegeiket, mint ha valami robot lenne, valószínűleg ők sem tudják, vagy értik, hogy pontosan mi az egésznek a célja, nem is csodálna. Azt mondom, a tavalyi, vagy tavaly előtti évadnál, a harmadik évadnál volt olyan is, hogy ezt nyilatkoztatálna a Bernard játszó színész, hogy igazán értő belőle semmit, hát nem is csodálom. Valószínűleg csak Nolan, Jonathan Nolan ért valamit talán belőle, meg egyedül a világon a nagy egót. Azt valószínűleg megérti benne, de nagyon más nem. És milyen érdekes, hogy az első évad még erről is szólt, a nagy egóról, azt, hogy istenné akarunk válni, és milyen érdekes, hogy Jonathan Nolan ugyanezt érezheti mostanában, hogy ő istenné vált egy nagyon jó első évaddal, de utána semmi újat nem tudott kitalálni, csak lejtmenetbe kapcsolt. És valahogy ő isten komplexusba maradt. Hiába szól részben erről akár az egész szériája, nem vesz észre, hogy ő maga is azzá vált. Úgyhogy nagyon-nagyon durva ez. Igazából még a talán eddig a Hopkins után a legjobb Ed Harris is ilyen tucat karakterré vált, és tehát, igazából ilyen 5 éves szintű kergetőzésbe fog különböző karakterekkel is spoiler nélkül, de egyrészt le is szarja szerintem a néző egy idő után, de egyszerűen ez meg van koreografálva inkább paródia jellegű. Tehát, tényleg vannak olyan párbeszédek, olyan akciószekvenciák, amik maximum egy paródiával lennének jó. Tehát esküszöm, ugye itt is az robotok vannak, hát sokan szitták a Terminator Genesis, a Terminator, jaj, mi volt ez, milyen végzet, sötét végzet, hát még ott is ezerszer jobb minden, ugye az mondjuk film volt, nem sorozat, de hát néha az jutott eszembe, hogy ezekben a filmekben sokkal jobb ilyen végpárbajokat csináltak. Aztán itt van Ramin Javadi, aki ugye visszatérzően a szerzőként úgy fent, de hát belőle is kiveszett a lélek. Még érdekes, hogy az utolsó 8. ugye Trónokharca évadnál is éreztem benne, hogy ott van az erő, a lélek, és elmondta egyiket utólag, hogy melyik tényleg, és erre gondolom nagyon sokan, és tudtuk, hogy van benne még hív. Itt már azt érzem is, hogy az előző évadnál is éreztem, hogy folyamatosan veszik ki magából már az zeneszerzőkből is a lelkesedés, valószínűleg aláírt egy nem tudom hány 5-6 éves periódus, és ezt végig kell vigye, de már úgy unja az egészet, és ő se ért bele szerintem sokat. Egyedül egy-két olyan régi taktus, ami még az első évadban jött elő, és itt bizonyos jeleneteknél nem hiába tér vissza, amire azt mondom, hogy na igen, ezt megérte. Összességében ez nagyon gáz. Ez itt megvan oldva az egész. Aztán raktam bele olyan apa figurákat, akik már rég nem azok a 800. prototípus, de apa figurának akarnák eladni, úgyhogy mindenki tudja ott a szereplők közül is, hogy milyen helyzet, de nem baj. Próbálják ezt az érzelmivonalat pengetni, csak ez az érzelmivonal már rég fémesé vált. Na mindegy, szóval vicc az egész, ahogy ezt megoldották, nem is meg van miről beszélni. Ugye elvileg lesz egy 5. záró évad, az a csoda, hogy ezt a sorozatot egyetlen végigvitték, elvileg alapból is 5 évadot terveztek, de abban erősen nem vagyok biztos, és kétlem, hogy ezt az 5 évadot így tervezték el, ahogy semmi terv nem volt, hanem max az, hogy legyen 5-ös szám az évadok végén. Ez lehet, hogy tervem volt, más nem nagyon. Nagyon sokan szídják a hatalomgyűrűt, a Rings of Power-t, a gyűrűkor előzmény sorozat, hogy ez meg az, meg Vogue, meg nem tudom, azért vicc, mert most mondtam a House of Dragon, csak sokan nem tudják, hogy egy non-bináris főszereplő lesz benne konkrétan. Már nem a karakter, de a színésznő, ezen kívül vannak olyan fekete karakterek, akik a filmben is voltak jelen, de ettől nem lesz rossz a sorozat egyáltalán, sőt, a hírek szerint rohadt jó. És ugyanígy lehet jó a Rings of Power, főleg úgy, hogyha megnéztetek az SDCC-t, San Diego Comic Festival, ugye
nem a komikus, hanem a képregény fesztivál, akkor egyértelműen láthattátok, hogy, hogy a két showrunner Kenny vágja a Tolkien lore-t, háttér, világot, történetet, és kb. Két vagy háromféle, a Sindarinak venye, és nem tudom, hogy melyik tünde nyelven beszélnek. Egész jól, ezt meg is bizonyították. Ezen kívül előre az öt évad le van fektetve, az utolsó szó meg van már az ötödik évadból az utolsó jelenet. Hát én remélem, hogy persze nem hazudnak, de ilyeneket nem jelentettek ki se a Westworldnél, se a Disneynél, se Hollandon korábban. Ez remélhetőleg egy jó jel arra, hogy itt teljes lefektetett öt évadot kaptunk már meg, és annak az első szeletét majd, és utána a többi már le van fektetve, csak meg kell építeni. Na, ezért én egyelőre őket többet tartom, persze ez nem megszállhatja az idő és a minőség, de ott látok esélyt arra, amit mindenki szít, hogy ennél a Westworldnél sokkal jobb lehet. És hát látszik, hogy mennyi pénzt szöltek bele, még a Westworldről azt látszik, hogy ez egy elsporuló sorozat. Ezerszer jön össze ugyanaz a díszlet, lehetne sorolni, ha CGI-jal találkozunk, az annyira darabos, lehet, hogy direkt akarták is így, én nem tudom, de fájdítja a szemet, nem kicsit nagyon. Ez a szegény embernek a, hát nem a trónok harca, mert ilyen olyan sikerre szánták, de folyamatosan feleződik körülbelül a nézettség. Hát ez a szegény ember, nem is tudom, milyen ötletesnek szánt, ilyen nagy szájú, nagy menő szifia, ami aztán egy nagy nullába ér. Tehát hihetetlen tényleg, hogy ha összehasonlítjátok az első évadot, akár ezzel a negyedik, vagy a harmadik, valamint ha nem is azok csinálták volna, akik az elsőt. Nem tudom, hogy bértolnokok, vagy ilyen ghostwriterök voltak-e még mögötte, mert lig és föld, tehát hihetetlen. Ugye elmondhatnánk, mert ugye a Trónokharcán és a két producer és showrunner az első négy évadot tök jó megcsinálta, ami volt könyv. Amikor már saját kutfotóba kellett dolgozni, egyre rosszabb lett a helyzet, főleg a 7.-8. évadnál. Már valószínűleg unták ők is, és le akarták zárni, nagyon is látszott a kapkodással és a felesett vissza. És érdekes, hogy a Westworld alkotói nem látom a kapkodást, én azt láttam, hogy még húznák ezt a rétes tésztát talán 90 éves korukig, de hát most elvileg már az ötig évad, hogyha lesz, bár az azért kétlenben nagyon csökkent megint a nézettség, és nekem az se lenne baj, hogy nem lenne. Hát meglátjuk, hogy ez, ebből marad-e még valami. De ez a Westworld, ez már nem a szebb napokat élt Westworld, egy jobb világ, hanem egy olyan világ, aminek sok értelme nincs. Itt az utolsó részben, a negyedik évadnál visszahoznék egy olyan karaktert, akit elve ugye nem is kéne és nem is lehetne, még a saját szabályaik szerint sem, Westworldön belül, és ezt a karaktert igazából semmire nem használják ki. Tehát pár ilyen elhasznált szar mondatra maximum, és egy agyon vágott, agyon, hát szarul, ha igazából szarul koreografált harci koreográfia, de még annak sem nevezhetnénk ezt maximum ilyen három éveseknek a harcának. Aztán vannak olyan mondatok még egyik a negyedik évadban, hogy te rohadt camper, mint hogyha valami Counter-Strike Global Offensive bajnokságon lennék. Lehet, hogy élvezett a sorozat mondom, hogyha hirtelen átvágnak vele, és kiderül, hogy ez olyan, mint a Dallas, nem tudom, hányadik évad, ahogy az egészet csak álmodták, meg az is izgalmasabb lett volna egyébként. Véleményem szerint, hogyha ilyen dolgot kapunk. De nem, hát végül ugye ez megtörtént, és hát vagy azt hiszem az előző évadnak is olyan gyenge évad zárói volt itt is az a helyzet. És gyakorlatilag úgy van lezárva, hogy na jön a folytatás, bár mondom, hogyha még inkább lejjebb ment a siker, akkor lehet, hogy üdvetelnek, hogy hát akkor inkább ne folytassuk, ami egyáltalán nem lenne egy nagy, egy hatalmas baj. Tehát ez a Westworld továbbra is hátrafele zakaton, ami eléggé gáz. Csak nehogy leszakadjon a szakadék szélén, hogyha odaér. Már mondjuk oda kellett volna érnie, de valamiért nem akar odaérni, és valószínűleg nem fogják tudni abba adni, az ötödik évadot még meg fogják szerintem csinálni, de hogyha az a tényleg mindent lezárnak, és hát olyan évad lenne, mint az első évad, akkor még akár, hát nem oda összefekti, nem bocsájtani, mert ott még az életben nem nézném újra a második, harmadik, negyedik évadot, még ha fizetnének akkor se, de akár egy jó ötödik évad, ilyen rihes első évad is lehet az ötödik évadból, egy ilyen tervet is akár látni vélek. Látjuk, hogy összeérnek-e a dolgok, és lesz tényleg egy érdekes körív, egy kezdet, közép és egy vég. Na, kiderül, a negyedik évad az egyszerűen rossz lett. Egy érdekes kezdés, egy nagyon jó egyébként ötödik epizód, az érdekes, hogy azt látni, hogy ötödik epizód, azt hiszem, hogy jól hiszem, az volt. Nagyon jó párbeszédek voltak, visszatért az első évad feelingje. Én nem tudom, hogy lehetséges ez, hogy egy epizódra ezt meg tudják oldani, a többinél pedig mindent kidugnak a kukába, amit csak lehet.
Hihetetlen, tehát de itt fel az ötödik évadot, azt érde, vagy az ötödik részt tényleg érdemes volt megnézni, hihetetlen, hogy úgy látszik erre is képesek, néha, hogyha akarnak. Ebből látszik, hogy az akarat erejük, meg a nagy szerzői, meg a sovrán mi voltjuk, az inkább valószínűleg a hát könnyen csinált, könnyen fog meg utat akarja folytatni. Ilyen nagy szlogenek kell, amit félre visz a szél. Fú, hihetetlen, na mindegy. Ami itt is volt a negyedik évadban, az mind Bernard karakterét illetően nagyon fájdalmas volt, hiszen így tőle én sokkal többet vágtam, hogy azután, amit láttam a negyedik, vagy hogyan a harmadik évadnál már lassan kever az évadokat. Tehát ezerszer jobb volt az ő karaktere, százszor, nagyon hihetetlen. Én szerint Héa továbbra is ultra gyenge. Tipikusan az a kisgyerek, aki azt, hogy ő a az új, mit tudom én, Brad Pitt így 5 évesen, hogy most ő most itt megmutatja. Ez jutott néha eszembe. És hát még lehetne bőven sorolni a dolgokat. Az is vicc, hogy az egész, még hogyha némelyik rész vagy jelenet soréként sokszor kitalált, vagy kiderül, hogy művi, de csomó jelenetelőleg nem, az is sehol nincs élet és lélek. Egy rendőr, egy ember nincs. Csak akkor van az utolsó részben, ahol egy ilyen mészáros széknek szállják az első harmadát felét a epizódnak, akkor azért vannak emberek, de addig hétrész alatt eltűnt mindenki. A másik pedig, hogy még a Star Wars-hoz képest is szarabb a célzása az ellenfeleknek. Tehát tudom, hihetetlen, hogy mennyire szar, még nekünk mindig sokkal-sokkal jobb, hiába vannak a elvileg beprogramozva így vagy úgy a különböző akár ilyen hostok, meg mit tudom én. Szóval vicc az egész, ami itt van. Úgyhogy, hát én nem tudom, hogy lesz a ötödik, mert hivatalosan még nincs bejelentve, lesz, lehet, hogy majd megkukkantom, de csak hogy akkor már fejezzem be az egészet, de hát ezek után nem attól már semmit nem várok, még akkor se, hogyha esetleg viszonylag jól indul, mert láttuk, hogy itt is így változott meg a dolog. Egyszerűen egy zseniálisabbnak tűnő első évadban, hogy lehet egy ilyen iszonyatosan szar szintű dolgot összehozni, ez ugyanazokkal a készítőkkel, én nem tudom, ellustultak, vagy nagy volt a csekk, én nem tudom, de itt valami nagy probléma. Amilyen probléma magával vesz, a világával a történetben, olyan probléma ott a showrunnerekkel körülbelül. Őket felelt, hogy már csak dologra eszmentheti meg. Ezt majd meglátjuk az utolsó esetleges évadban. Úgyhogy én ennek a negyedik évadok talán egy olyan 40%-ot adnék. Mert jól indult, de utána olyan lejtmenet volt, hogy a harmadik részét újra velem szemben nagy vonattal és sebességgel, úgyhogy reméljük, hogy ez az ötödik évadnál kisiklik, és végre visszatérünk valami olyan vonalra, ami sokkal érdekesebb. Úgyhogy azon tőletek, sziasztok!